imádod, leessek. Halleluja, imádjuk az Urat. Imád Jézus az Atyában lenni. Halleluja, imád Jézus a Szent Szellemben lenni. És imád az Úr velünk lenni, bevont bennünket. Halleluja, imád az Úr bennünk lenni. Amikor eljött a Szent Szellem, minden arra ment ki, hogy eljöhessen belénk az Isten. A Szent Szellem mindenhol a Istennek a megtestesülésével kapcsolatban fordul elő legelőször is, amikor ugye, hogy fogant a Szent Szellemtől, és eljön Isten szelleme, és valóban Isten szellemében eljön hozzánk az Úr, és szeret bennünk lenni, imád velünk lenni az Úr, azt tudjátok? Most is imád, itt van az Úr. Itt van, nem csak úgy elképzeljük, hanem valóban a szívünkben itt van. Jelen van Isten, a jelenlévő Isten, a Szent Szellem a jelenlévő Isten. Most ott is van a mennybe, de el lett küldve a jelenlévő Isten, aki megtestesül a testünkbe, aki eljön az Isten belénk, a szívünkbe. Ő azért jött a Szent Szellem, hogy bennünk legyen az Isten valóságosan. Nem csak így, hogy csak így megbirizgáljon egy kicsikét, hanem jött lakozást venni teljes mértékben. Jézus azért halt meg, értünk, hogy teljes mértékben belénk költözhessen Isten, együtt legyünk, imádjuk őt, imád az Úr bennünket, szeret bennünket, bevont bennünket, megdicsőítette az ember, teljes mértékben egy megdicsőült ember ül a trónon, és minden azon munkálkodik, hogy mi is teljes mértékben átformálódjunk, megdicsőjünk, a feltámadás belénk jöjjön, meg elevenedjen a szívünk, és felemeljen minden helyzetbe, azért jött, hogy minden halálból föltámadj. Minden halálból föltámadj. Bennünk van a feltámadás, ugyanaz a Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennünket is föltámasztott. Bennünket is meg elevenít, amikor depressziós vagy, föltámaszt. Jön a Szent Szellem, és föltámaszt, és egy pillanat alatt le tudja győzni benned a depressziót, a rossz gondolatot, a sötétséget, hozza a megbocsájtást, hozza Isten jelenlétét. Jézus azért végzett el mindent, hogy hozzáférjünk az Istenhez, hogy élvezzük az Istent, hogy velünk legyen az Úr. Velünk legyen mindenkor az Úr. És kijöjjünk minden, mostanában sorozatban, nézem, hogy direkt arra tanít az Úr, hogy amikor lent vagyok, rossz gondolat, rossz érzésem vannak, a lelkem háborog, és egyszer csak jött az élet szelleme, és legyőzte bennem a bűn és a halál törvényt, a rossz kedvet, a rossz gondolatokat, hogy mi lesz ezzel, hogy mi lesz azzal. És tudtam Isten szemével látni, igen, bele kezembe tartom, megoldódik, nyugi, benne vagyok, engedj be engem, gyere, jöjjön Isten élete, engedd ki az Isten életét a szívedből. Engedd ki az életedre, engedd, hogy megcsinálja, engedd, hogy bemenjen a rossz
a lelki állapotodba. Jöjjön az Isten. Azért jött, ő testé lett Isten. Eljött hozzád, hogy vigasztaljon, feltámaszon, megerősítsen, és külön most éreztem, hogy mondja az Úr, hogy ne félj az idős kortól, mert akkor is veled fogok lenni, amikor erőtelen vagy, amikor nincs erőd fölkelni, és nincs kedved fölkelni, akkor is ott leszek veled, és kedvet adok, és betöltelek az én jelenlétében. Ne félj! Én láttam anyukámat, én azért imádkoztam mindig, Uram, áld meg az ő életének a végét, és láttam, hogy megáldotta, és megerősítette, és utolsó pillanatban imádkoztam érte, imádkoztunk együtt, és éreztem, hogy betölti az Úr békessége, és mondom, ott az a teljes erőtlenségbe a kisúját így tudtam meg mozgatni, és ott volt vele az Isten, vigasztalta a szívébe, benne volt. Ne félj, hogyha erőtelen vagy, mert benned van az Isten, a Szent Szellem, a testben megjelent Isten eljött. Ő nem csak úgy vigasztal. Nem. Ő a jelenlévő Isten, valóságos Isten, akibe egyébként ott van az Úr Jézus, és ott van a Atya. Együtt jöttek el egyébként, mert az Atyától származik. A fiú jött el a Szent Szellemmel. A jelenlévő Isten, és nem gondolunk bele, és azt hiszik, hogy ott trónol, meg ott ül, meg valahol röpköd a Szent Szellem. Nem, itt van. Ha nincs itt, akkor nagy baj van. Ha hiszed, jelen lévő Isten, hogy bennünk van. Nem akarok kevesebbel, mert hozzáférést adott az Úr önmagához, ő magát kitöltse. Ő nem kevesebbért csinálta minden tervét, hanem azért, hogy eljöjjön, hogy együtt lehessünk. Ha nem együtt vagyunk, gyerekek, csak itten beszélünk, meg vallásoskodunk, hogyha nincs itt az Isten bennünk, akkor nincs semmink. Mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. De Isten eljött. Ő a testben megjelent Isten bennem és benned. A Krisztus teste az azt mondja, hogy a teste teljességen égi. Azt mondja, hogy az ő teste vagyunk. Az Istenhez tartozunk. Eljött, és lakozást vegyen a temploma vagyunk, hogy bennünk. És számoljunk vele. Számoljunk vele. Bármi van. Engedd át. Életre kelt. Kijön. Kijön az Isten. Kijön a feltámadás. Minden halált ki akar belőled, az élet ki akar belőled áradni, Krisztus élete, megeleveníteni a gondolataidat, rendbe rakni. Hogy gondolod, Uram? Jön az Isten gondolata, hű, már fenn is vagyok a mennybe vele. Kinyílik a jelenléte. Hozzáférést adott. Önmagához. A mennyhez. Nyitva van az ajtó. Nem kevesebb. Azt mondja, hogy aki ő benne van, az úgy jár, mint Jézus. Az úgy van. Kevesebben nem elégszek meg, hogy bennem van ő. Minden természetével, életével, kapcsolatával, hogy tudok igenis úgy kapcsolódni, hogy ő az Atyával kapcsolódott, és látni, és hallani, és mindent. Igen, ez a miénk az isteni élet, miénk a vele való kapcsolata, a vele való járása, a vele való boldogsága, hogy
ki minden, minden halál, minden rossz kend, minden rossz gondolat. Igenis meg akar újítani, bejönni a lelkünkbe. Felemelni. Halleluja. Kijöjjön a szellemnek a gyümölcse. Jó élni. Azt mondja nekem az Úr. Élj boldogan! Uram, tényleg, hogy ki ne, mondod, hát. Élj boldogan! Élj boldogan! Itt vagyok veled. Halleluja! Enged! Adja, akik engednek neki! Adja, akik engednek neki! Engedd! Engedd élni. Állj félre. Jöjjön. Jöjjön az élete. Jöjjön a halála, tisztítson meg. Jöjjön a feltámadása. Jöjjön az ő uralma, királyi uralma. Jöjjön az ő hatalma. Itt bennünk. Itt van a trón. Itt uralkodik az Isten. Eljött Isten országa. Bennünk van. Nem érzed? Akkor is igaz. Ez mi egyébként Isten igéje, de a Szent Szellem meg akarja benned megerősíteni. Itt vagyok. Itt vagyok. Akkor is itt vagyok. És jön, és kiűz belőled minden félelmet. A szívedből. Itt vagyok. A szívedbe. De csodálatos. Isten jelen van. Bennünk. Eljött. Annyira megtisztított az ő vérével, hogy ő itt van. Nem hiszünk benne. Hát mindent legyőzött bennünk, ami rossz. Mindent, hogy itt legyen, hogy tiszták legyen, tiszta legyen a templom, és betöltse. Jöjjön Isten dicsősége, jöjjön, töltse be a templom.